Már késő, trélerre teszi és elszállítja a közterület felügyelet ezt a kék Suzukit. Átlagosan havonta egy-két ilyen autót gyűjtenek össze a város különböző pontjainak közterület felügyelet munkatársai. A tartósan közterületen hagyott járművek tulajdonosai először egy felszólítást kapnak, majd a jogszabályban meghatározott 10 napos határidő letelte után, ha nem történik semmi, elszállítják a járművet. A közterületfelügyelet a rendőrség vagy útkezelője elszállíthatja a közterületről. A közterületfelügyelet pedig ugye a helyi közútról vihet el ilyen típusú gépjárművet a Nyíregyháza város területéről. A másik gépkocsi fajta pedig, amely van hatósági jelzés. Itt a helyi rendeletünk rendelkezik arról, hogy ebben a kategóriában mit nevezünk mi hulladékká vált járműnek, amelynek ugye eleve lejárt a műszaki érvényessége, vagy a jellegénél fogva olyan típusú járműről beszélünk, amely roncsnak minősül, tehát közlekedésre alkalmatlan, mert valami éppen hiányzik, ami kell, lámpájában van törve, szélvédője hiányzik, amikor a jármű maga alkalmatlan alul, hogy azzal részt vegyünk a közúti forgalomba, vagy pedig ebből eset folytán megsérült járműről beszélünk, amiben van ilyen jelzés, ez szintén ennek minősül, és mi ezekkel szemben tudunk intézkedni. Az elszállítás után egy telephelyre viszik az autókat, a tulajdonos levélben értesítik az elszállítás tényéről és a további tudnivalókról. A megjelölt helyen átvehetik a gépkocsit, ha előtte kifizették érte a szállítás és a tárolás költségét. Az elszállítást kell kifizetni, amelynek a költsége az 17.500 forint, illetve van a tárolási költség, amely naponta 1.200 forintba kerül. És ha valaki 6 napon belül ezt a kocsit nem váltja ki, utána a jármű átkerül a bontóba, a jármű végre kifogyják a forgalomból, elbontásra kerül, de ilyenkor is az üzemben tartón fogjuk követelni a 6 napos tárolási költséget és a szállítás költséget, ami majdnem 300 ezer forint, tehát igencsak tetemes összeg. A közterületen tároláshoz közterületbérleti szerződés szükséges, amely egy alkalommal maximum 15 napra köthető meg a közterület kezelőjével. Ez állami út esetén a Magyar Közút, önkormányzati út esetén a helyi önkormányzat. Közterületről pedig csak a rendőrség vagy a közút kezelője jogosult elvinni a roncsot.